adását látjátok. Visszatekintünk az elmúlt év eseményeire, meglátogatunk pár szakkört, illetve foglalkozást. Lesz sport, művészet, tudományos buli! Matematika szakkörön sok érdekes feladattal és logikai játékokkal ismerkedtünk meg. Felvételi előkészítő matematikából. A 0,5-öd az 0. És a 0,6-od? Az is 0. Az is 0. Megegyezhetünk? Ha a számláló egy 0, akkor a tört értéke 0? Igen. Ebben megegyezhetünk. Ennek a törtnek a számláló egy 0? Igen. Nem 0? De vagy nem 0. Akkor ez most mennyit fog érni 0-t, vagy 1? Kémia szakkör Jóska bácsival. Mivel molekula rácsos, kicsi összetartó erő van, szublimális a kém, ahogy melegszik, elkezd párolni, és az a sárga lecsapódás ott a kémcső falán, közel a feketéhez, az az elpárolgott kém gőzökből van. Most megpróbáljuk akkor úgy melegíteni, hogy megint folyékony legyen, és már folyik is, és akkor ebből a másodszor folyékony kémből is teszünk be. Jó. Hát ebből akkor én vennék ki. Úgyhogy erre mondtam azt, hogy nem egy olyan gusztus, hogy holmi, ami így születik. Ez a melyik kén? Nem kristályos, hanem? Amorf kén, ez olyan, mint a rágógumi. Ez a stabil, és hogyha ezt itt hagynánk egy pár nap múlva, ez éppen úgy átkristályosodna, amikor megint megszilárdul. Fonalas szerkezetű válik. Elszakadnak, és ezek a kukacok gabajodnak egymásba, és ebből lesz, még mindig ott van ez a fajta kén, hogy ebből lesz ez az amorf kén. Elég lesz föltakarítanunk volna. Jó? Amorf kén. Fogjunk, egy kicsit segítünk még rajta. Úgy látom, hogy elbírtam még egy találós. Természetesen ezt mindent ki lehetne mérni. Megy be a fúzni. Teszégének a lángait. Figyelj meg, hogy meddig melegítem, nem fogom végig melegíteni. Fejjába fogom leszegni. Megolvad, nézd csak. És mondtam, hogy a reakcióm fenntartó, szóval annyi hőt termel, hogy bőségesen elég ahhoz, hogy a reakció végbe menjen. Ha az arány jó, olyan magas a hőmérséklet, hogy a kémcső is elreped, tehát egy erősen exoterm, hiszen ízik rendesen, erősen exoterm folyamat. Akinek jó a szeme, az látja, hogy itt kém gőzök vannak megint, és ezek a kém gőzök a szublimáció révén ott lecsapódnak a hidegebb falára a kémcső, és egy pici kém kristályok. Angol fakultáció. Fotó-videó szakkörön ismerkedtünk a kamerák működésével.
Szakkörösök munkában. Kézilabda edzés. Tornaverseny. Minden évben számos olyan rendezvénye van a német nemzetiségi tagozatnak, mely kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgat. Ezeken a programokon a nyelvi játékok, tánctanulás, régi tevékenységek felelevenítése, barkácsolás, éneklés, zenélés játszik főszerepet. Szilveszter? Nincs. December? Nincs. Weihnachten? Nincs. Kiválik a zsiradék, ami valójában baj. Az elvét tudtuk. Egy csapat képviselte iskolánkat az Öveges József informatikai versenyen. Mézes József vagyok, az intézmény vezetője. Szeretném megköszönni, hogy ilyen sokan eljöttek. Kijelzi az időt. Ha nagyobb feszültséget adnánk ki, akkor széthúzna a jelet, magyarul nem lenne éles, csak azt látnánk, hogy valami világít, de nem látnánk, hogy mi. Ha pedig kisebb jelet adnánk, akkor élesebb lenne, csak akkor meg olyan lassan fordulna, hogy nem tudnánk kiolvasni, hogy ez milyen szám. Győrben technika kiállításon jártunk. A laptopból jön ki egy jelen. Egy kettőt megszűnik. Most jó. És most ennyi pörög a laptop. Mert ennek a frekvenciája van ugyanannyi, mint amennyi ennek a forgószám. És itt tudod leolvasni. Aztán ugye abban a kompakt csőben higany van, ami szobahőmérséklet ez folyékony, de felmelegítés. Lég nem lesz, meg ionizál, és ezért világít. Így működik a neon is. Neon cső. Csak a 20-szor milyen számítógép, és mit kezel? Kijelző, de ahhoz kicsit. Ezek a kékek. Ezek a kékek. Hol azt meg kell állítani. Köszönöm szépen!
Jaj, most már három, de vigyázz, kész. Jaj. Három, kettő, két, csak. Vigyázz, kész, jaj. Nézed, nem szükséges körülbelül, hogy egy telefont fel tudja ültetni. Polarizálja azt, az is pozitív töltésre szokott. Mit fog csinálni? Elteszett és addig játszolik el a folyamat, játszolik ez a folyamat, hogy akkor vissza. Ha farsang, akkor buli! Évvel ezelőtt, február 20-án született iskolánk névadója, Munkácsi Mihály. A Munkácsi napon készült filmkockákkal köszönünk el. Megköszönöm ennek a 23 alkotónak, hogy ma ezeket a képeket idehozta. Azoknak, akik elhelyezték, segítettek benne, és hát a továbbiakban is a több mint 60 kiállítás után reméljük, hogy újabb 60 kiállítás következik majd ebbe a galériába. Köszönöm, és a mai nap során mindenki tekintse meg a képeket.
tudjál jár, hogy vásár. Jó lesz, azt csináld, gazdag. Busz. Vele is tudod. Ha másik én mondja, akkor is ők kapják a pontot, vigyázz. Felvételeket a fotóvideó szakkör diákjai készítették. A műsorvezetők, a narrátor és a szereplők ruháit a szülők pénztárcája biztosította.